Magyar Országgyűlés a 2010. évi 126-os törvényével létrehozta a fővárosi és megyei kormányhivatalokat. A törvény értelmében a kormányhivatalokat kormány megbízottak vezetik, és a törvény úgy rendelkezik, hogy a kormány megbízottakat a közigazgatás szervezésért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki. Mai ünnepi alkalommal sor kerül a kormányhivatali vezetők kinevezési okmányainak átadására, valamint a kormányhivatali vezetők ünnepélyes eskütételére. Tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, örülök, hogy ezen a napon itt együtt lehetünk. Az első dolog, ami eszembe jut így végignézve a leendő kormány megbízottak regimentjén, hogy csupa tapasztalt és kipróbált ember ül itt velünk szemben. Olyan emberek, akik ismerik a közigazgatást, ismerik az államigazgatást, és ismerik a köz- és államigazgatást körülvevő politika világát is. Amikor Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes úrral hosszú hónapokon keresztül készítettük elő azokat a törvényeket, szabályokat, amelyeknek eredményeképpen most itt lehetünk, akkor sokat beszélgettünk arról, hogy milyen karakterek, milyen személyiségű emberek lehetnek azok, akik ehhez a merőben újfajta feladathoz, amelyre most vállalkozókat keresünk, alkalmasak lehetnek. És a tapasztalat volt a döntő szempont. Tapasztalt, kipróbált, saját árnyékuktól meg nem ijedő, az átszervezés intellektust és emberismeretet próbára tevő feladatára alkalmas vezetőket kerestünk, és úgy érzem, hogy kellő mérlegelés után meg is találtuk azokat a vezetőket, akikkel a központi közigazgatás a kirobbanó siker reményében dolgozik majd együtt a következő esztendők során. Nos, kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim, mindannyian tudjátok, hogy a választásokat megelőzően, amikor Magyarország jövőjéről tervezgettük és erről beszélgettünk, akkor egyetértés volt közöttünk abban, hogy Magyarországon létre kell hozni a 21. századi kihívásoknak megfelelő intézményrendszert. Ehhez építkezni kell, egy új államrendszert kell fölépítenünk. Ma azért vagyunk itt, hogy megbízást adjunk azoknak a vezetőknek, akiktől azt várjuk, hogy az emberekhez közel, velük együttműködve, őket segítve és ösztönözve szolgálják Magyarország teljes megújulását az államélet újjászervezésén keresztül. A miniszterelnök a Pest megyei kormányhivatal élére dr. Tarnai Richárd képviselő urat nevezi ki.